2015-ben újult meg a pécsi műjégpálya. A katasztrófavédelem már nem engedélyezte a korábbi ammóniás hűtőrendszert. A föld alatti vezetékek kiszolgáló elemek cseréje zajlott akkor, de új palánk és járda is készült. A pandémia miatti tavalyi rövid nyitvatartás után a tervek szerint idén, október 29-én kezdődik a 2021-22-es korcsolya szezon. Sok újdonság nem lesz. A megszokott nyitvatartás mellett a korábbi belépő árakkal lehet majd igénybe venni a korcsolyapályának a szolgáltatásait. A büfé ugyanúgy üzemel majd, illetve a korcsolya kölcsönző is. A felnőttek 1300 forintért, a diákok és a nyugdíjasok pedig 1100 forintért korcsolyázhatnak. A látogatóknak azonban az idei szezonban forgalomkorlátozásra kell számítaniuk. A települési mélyvonal csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztési munkálatai alatt előreláthatólag márciusig a Veresendre utcában szakaszos korlátozás lesz, jelzőlámpás irányítású, egyszerre egyirányú váltakozó forgalom mellett. Átmenetileg valóban problémát okoz majd itt az útfelbontás, és kicsit messzebb kell majd megállni azoknak, akik autóval érkeznek, ezért én azt javaslom, hogy mindenki inkább a tömegközlekedést vegye igénybe, aki a jégpályára szeretne kilátogatni. November 8-ától 10 alkalmas korcsolya tanfolyamon vehetnek részt az 5 éves kor felettiek, november 9-től pedig a jégkorong iránt érdeklődő 5 és 10 éves gyerekeknek tart hokisulit a pécsi sportiskola. A nyitvatartás az időjárás függvényében módosulhat. Tartós vagy erős esőben, illetve nagyon meleg napos, szeles időben a jégpálya napközben zárva tarthat.